Hát szeretettel köszöntöm a kedves hölgyeket és urakat, és akkor most itt apácázni fogunk, ugye apácák szökésben címmel. De mielőtt még ezt megtennénk, tehát mielőtt szökés lenne, pár szót magáról az érben működszte. Bocsánat, egy pillanat. Na azért, technikai hiba. Tehát magáról az apácaságról, mint műfajról nagyon röviden. Diderotól az apácát feltételezem, hogy nagyon sokan olvasták. Na most ennek alapján valami olyan kép alakulatot ki bennünk, hogy egy apáca főnöknő hatalommániás, leszbikus és így tovább diktátorissza. Nos, ez erős leegyszerűsítés, de vannak benne olyan vonások, amelyek feltehetőleg igazak. A nők megítélése a középkorban rendkívül ellentmondásos volt. Egyrészt mindnyáján tudjuk, hogy van az udvari kultúra, az udvari szerelem, már csak azért is, mert erről már itt fecsegtünk egy párszor, ahol a nő mint egy isten szerepébe kerül. Na de ott van vele szemben egészen a 11.-12. századig az egyház merev álláspontja, mely szerint minden bűn alapja a nő, nevezetesen ugye Éva, az eredendő bűn. Még Apfinói Szent Tamás is úgy gondolja, hogy már a bűnbeesés előtt sem volt egyenlő a nő a férfival. Tehát egyértelműen engedelmességgel tartozik, hölgyeim. Ugyanakkor egyszerűen, mintha gyűlölet szólna néhány szerzetesből. Kiírtam itt egy latinból fordítottam, de azt hiszem elég pontos. Mivel a földön semmi nem mérhető az asszonyok gonoszságához, és mivel a vipera, mérge vagy a sárkány kevésbé ártalmas a férfiakra, mint a nők közelsége. Ezért kijelentjük, hogy lelkünk, testünk és földi javaink érdekében nem fogadunk rendünkbe nővéreket, és távol tartjuk magunkat, mint veszett kutyáktól. Hát ugye ez nem annyira apáca barát álláspontnak látszik. Tulajdonképpen jelentős változás a 12. században következik be, mégpedig az mégpedig a Szűzmária kultusszal. A szűzanya mintegy jóvá tette Éva asszony vétkét, az üdvözülés is a nőtől származik, és a bűn is a nőtől származik. Nagyon helyes ellásponton, de minden a nőtől származik. A legfontosabb kikötés az maradt, hogy legalábbis, ugye akkor még nem igen volt más, a katolikus egyházban nő, pap nem lehet. Halkan, és nem ide tartozik, jegyzem meg, hogy ez az álláspont azért ma már, mintha módosulni látszana. Nem a magyar egyházi vezetésen belül természetesen. Az alárendelt szerepből bizonyos fokig az apáca főnöknő volt a kivétel. A kánonjog tiltotta, hogy az apácák templomi szertartást végezhessenek, de még azt is, hogy az apáca megérintsen egy kelyhet, reverendát, vagy akár az oltár közelébe jöjjön. Gyakorlatilag el voltak kerítve. Nem segédkezhetett a papnak, mint bármelyik fiú, aki minisztrált. Míg éppen ezért a női rendházakban mindig kellett egy papnak lenni, mert valakinek el kellett végezni a misét. Zárójelben jegyzem meg, hogy ez azért bonyolultabb volt, ez az elmélet a gyakorlatban. Például tudunk olyan apáca főnöknőről, aki gyontatott a maga zárdájában a 12.-13. században. Hát ki is kapott a püspöktől, de ő ezt bőszen folytatta. Mivel a zárdáknak valamiből meg kellett élni, többnyire földbirtokok tartoztak hozzá, és a főnöknők voltak tulajdonképpen a földbirtokosok. Azaz a jobbátság fölött terhatalmat gyakoroltak. Bírságot róhattak ki, földeket adhattak, vehettek, piacok létrehozását hagyhatták jóvá. Tulajdonképpen a zárdán belül az apáca főnöknőnek uralkodói hatalma volt, ugye fejedelemasszonynak titulálták, mindenki engedelmességgel tartozott neki. Erre figyeljünk oda, hogy mennyire fontos ez a hierarchia, mert majd a
amikor a magyar vonatkozást nézzük, ez elég fontos lesz. Érdekes, hogy még a kolostorba szolgáló papok, tehát a férfiak is az abbatissza, tehát a főnöknő alá tartoztak. Hát ez néhány derék főnök asszony megszédítette. Kik lettek apácák? Elméletileg bárki lehetett apáca, minden nőnemi lény. Gyakorlatban ez azért bonyolultabb volt. Az apácák döntő többsége Magyarországon szinte 100%-a, most a szolgarendet nem számítva, az nemesi, főnemesi vagy polgári származású volt. Ez azért is érdekes, mert ez magyarázza azt a nagyon magas szellemi életet, amely az apáca zárdákon belül folyt. Az alacsonyabb osztálybeli nők laikusok vagy cselédek lehettek. Egy időben a domonkosok és a ferencesek befogadtak szegényebb sorsú nőket is, de ez abszolút kivételnek számít, és a többi rendre nem jellemző. Amikor egy lány belépett a rendbe, vitte magával a hozományát is. Na, ez egy elég érdekes dolog. Ugyanis a jog, az egyházi jog, ez tulajdonképpen tiltja. Ebből együtt, aki nem vitt elég hozományt, azt nem vették fel az egyetemre, szóval azt nem vették fel a zárdába. Nagyon fontos az, hogy egy több gyermekes főúri családnál például egyszerűen ez volt az egyetlen lehetőség, hogy a lányokkal kezdjenek valamit, mert annyi hozomány nem volt, hogy mind a 12 lány mondjuk kiházasítsák. Olyan főúri asszonyok, mint mondjuk egy Eszterházi Viktória is többek közt ezért lesz apáca. És az is nagyon gyakori, hogy testvérek élnek együtt, sokszor 4-5-en egy zárdában. Aztán az özvegyek is zárdába vonulhattak. Bizonyos tapasztalatok alapján volt asszony, aki nem akar többé férjhez menni, inkább a zárdát választotta. A lányok általában, hát 14-15 éves koruk körül lehettek apácák, de már 8 éves kortól is fogadtak be lányokat a zárdákba. Egészen nagykorúságukig jogukban állt a zárdát elhagyni, de hát ez nem volt olyan egyszerű, és nem nagyon tudnék rá példát mondani. Egyszerűen nem tudott volna hova menni. Hát a szülei adták be, a szüleihez nem mehetett vissza, mit csinál mondjuk egy 10 éves lány, vagy 15 éves lány. Nagyon súlyos bűnnek számított, ezt is jegyezzük majd meg a későbbiek miatt, a zárda elhagyása. Mármint a fogadalomtétel után, tehát ha már valaki szerzetes nő lett. Kiközösítették, még a bűnbánat lehetőségét is megfosztották az illetőt. Hogyan telt az élet az zárdában? Hát nem egészen úgy, mint a ferences mondás, ugye, hogy órát le bórá. Bencés, igen. Ez inkább csak labóra volt, nem óra. Tulajdonképpen ima, munka, olvasás. De munkából leginkább a, hogy mondjam, alacsonyabb néposztályok részesültek. Naponta 5 óra volt a munka, maradék idő az olvasás, és 3 az étkezés között osztott meg. A középkorról beszélek, későbbiekben ez nem igaz. A felolvasásokat az apácák nem érthették. Azért nem érthették, mert egészen a 14. század végéig, 15. század elejéig abszolút ritkaságból gyakorlatilag nem volt rá példa, hogy egy apáca tudott volna latinul. Egyszerűen nem tanították meg őket, ugyanakkor ezek a szövegek latinul hangzottak el. Az egyik tipikus női apáca munka az iniciálék készítése és a 15. századtól a könyvmásolás. Kérem szépen, rendkívül hálásak lehetünk a magyar apácáknak, mert a 15. századból fennmaradt kódexek nagyon jelentős részét apácák másolták. Azonban a társadalmi különbségek nem tűntek el attól, hogy valaki zárdába vonult. Ez a csinos hölgy is ugye milyen jól öltözött. Egyrészt
egy parasztembernek a lánya az soha nem lehetett apáca főnökasszony. Másrészt bizonyos kiváltságok is voltak. Számos zárdában a nemeseknek, főnemeséknek engedélyezték, hogy külön rakrészben éljenek, ezért persze fizetni kellett, saját szolgákat tartsanak, saját konyhát vigyenek, sőt, divatosan öltözzenek. Fennmaradtak olyan 15. századi levelek, ahol apácák arról leveleznek, hogy milyen selyem és milyen bársony és milyen kosztüm áll jobban az egyiknek vagy a másiknak. Hát élvezték az életet. Mindez természetesen, szinte bármelyik rendet is vesszük, ellentmondott a rendi szabályzatnak. Na most, minden könnyű volt betartani, de hát tessék belegondolni, 18, 19, 20, 21, 22 éves hölgyekről is szó van. Ugye a nemi élettől való teljes megtartóztatást azt nem annyira. Nem akarom ezt részletezni, ténykérdés, főleg a 20. század vége fele folytattak Nyugat-Európában ilyen kutatásokat, Írországban került elő nagyon sok ilyen lelet. Az apáca kolostorok környéke tele van csecsemő hullák tetemével. Teljesen nyilvánvaló módon ezek hát az apácáktól született szerencsétlen sorsú gyermekség voltak. Egy pillanatra annyi kitérőt hadd tegyek, hogy azért mennyire más volt Magyarországon, és ma is más, például a leszbikusság, vagy ha tetszik, homoszexualitás fogadtatása és felfogása. Itt végig folyamatosan maga a legnagyobb bűn, amely, stb. Ugye ott van ez a Derek Anlister, aki a 18. század végén született, 1840-ben halt meg. Ez az emléktábla, ez kérem szépen Londonban van, ha jól emlékszem, a Szent Háromság templomnak a falán. A Szent Háromság nem biztos, hogy a templomfala az biztos. Itt tartotta esküvőjét. Kivel tartotta esküvőjét? Ann Walkerrel, tehát egy másik hölgyel. Bevallottan homoszexuális volt, erről naplót vezetett, nem akarom elmondani a történetet, bár nagyon érdekes, egy padláson találták meg, aztán visszadobták, mert durva, aztán szenzáció lett belőle, kiadták nyomtatásba, stb. Ahol a Derek N. teljes nyíltsággal, hogy mondjam, magyarázza érzéseit, tárja fel érzéseit. Hát ez nálunk nem volt elképzelhető se a 18-19. Században, se korábban. Na most engedjenek meg egy kitérőt, mégpedig azért, mert az én főszereplőm Balassa Mária Viktória lesz, aki ugye, mint olvashatják, 1641-ben született, 1699-ben halt meg, és akinek abszolút kortársa Isabella Tomasi, aki 45-ben született, és szintén 99-ben halt meg. Ez a Derék olasz apáca. Az ő élete egyrészt azt mutatja, hogy milyen fantasztikus műveltségre tudtak az apácák szert tenni, másrészt nagyon jól tükrözi a kor gondolkozás módját. Isabella, ugye Mária Crocifissa della Concezione nővér, ez az apáca neve, 14 éves vala, amikor egy szicíliai bencés kolostornak a tagjává vált. Itt sajátította el azt a számos nyelvet, és nem csak nyelvet, hanem írásmódot. Kérem szépen, ismerte a hébert, ismerte a perzsát, ismerte a latint, és ismerte a görögöt. Ez azért egy filosznak is becsületére válna. A nyelvet is, de az írást is. Volt olyan, meg a hallás utáni tanulás, hogy valaki elég jól értette a nyelvet, de nem ismerte a betűket. Tehát el tudott mondani héberül egy idézetet, mert megtanulta, de nem tudta volna a héber betűkkel leírni. Egyik reggel arra ébredt, hogy csupa tinta és néhány levél fekszik előtte. Azt mondta az apácáknak, hogy az éjjel megszállta a sátán, és arra kényszerítette őt, hogy ezeket a leveleket írja. A nővérek hittek neki, főleg azért hittek, mert egy vak hangot a levélből nem értettek. Ugye mutatom a leveleket. A hölgy, hát szenté nem avatták, de boldoggá igen, elég érdekes leveleket írt.
Ami fennmaradt, azt most talán másfél éve fejtették meg. Ugye biztos önök is tudják, hogy vannak ilyen kiváló kódfeltörő programok, amelyeket ezek a internetes bűnözők használnak. Na, ilyen kódfeltörő programot eresztettek rá erre a levélre, és így tudták megfejteni, és így vették észre, hogy 4 nyelv betűivel íródott, valami 12 nyelven. Ugye a latin az elég sok nyelvet tud rögzíteni. Ez egy korabeli festmény róla, ahogy éppen Gyűn az ördög azt megszállja. Na tessék elolvasni, aki tudja. Hát ugye ez több száz évig nem sikerült, feltételezem, hogy most ebben a pár percben nekik sem fog sikerülni, de minden esetre érdekes, ennyi maradt fenn a hölgy, úgymond sátán diktált a leveleiből. Na de egyszer megfejtették, akkor mi van ide leírva? Egyébként csak az első 15 sort tudták idáig a másfél év alatt elolvasni. Csak a lényeget mondom. 1. A Szentlélek felesleges. 2. Az Istent az ember találta ki. A 17. században vagyunk, a 17. század közepén. A katolikus tanítás alapelvei egyszerűen senki számára nem befogadhatók, nem működőképesek. Talán most már a Styx bizonyos. Ugye a Styx az a folyó, ami ismerik élők és holtak birodalmát elválasztó határfolyó. Na most, amikor ő reggel azt mondja, hogy hát izé diktált nekem az ördög, akkor két eset van. Az egyik, hogy a bocsánat, a hölgy egy kicsit bolond. Erre egyéb jelek is mutatnak. De nem biztos. Lehet, hogy csak bolondítja azokat, akikről biztosan tudja, hogy nem fogják tudni, amit ő leírt, elolvasni. Aki ezeket leírja, éppen azért, mert oly nagy tiszteletnek örvendett az árdában, mint említettem volt, boldoggá avattatik. Csak egyetlen példát mondok. Giuseppe Tomasi di Lampedusa, akit biztos ismernek, hiszen egy világhírű regényt írt, a Leopárdot, is, mint per szentként beszél róla. Na most, hogyha ilyen nagy általánosságban nézegettük az apácákat, akkor most nézzünk konkrétan a klarisszákat. A klarisszáknak kétféle szabályzata volt. Ugye mindenki tudja, hogy Szent Ferenc és Klára a rendalapító, ugye Szent Ferenc a ferenceseték, Szent Klára, Szent Ferenc kortársa, stb. A klarisszáké. Nos, a klarisszák Klára asszony főnöklete alatt lényegében egy az egyben a Szent Ferenc féle regulát vették át. Igen ám, de ezt a pápák nem hagyták jóvá. Azért nem hagyták jóvá, mert abszolút szegénységet követelt. A pápa az egy gyakorlatilag elmeél, tehát úgy gondolta, hogy jó-jó az abszolút szegénység, de ha nincsenek birtokok, akkor mi a fenéből fog ez a rendház fennmaradni, miből fognak élni. Úgyhogy egy sajátos helyzet jut létre. Kizárólag Szent Klára által vezetett kolostornak adtak egy engedélyt, hogy a Szent Ferenc féle regulát használja, az összes többi pedig az úgynevezett, nem az összes többi, de majdnem az összes többi, az úgynevezett urbánus ordót követte, amely már megengedi a földbirtokok birtoklását. Mondanom sem kell, hogy az urbánus apácák Magyarországon az urbánus apácák terjedtek el. Íme ugye a rendalapító Simona Martini fereskóján. Nagyon érdekes, hogy Magyarországon rendkívül korán, már Szent Klára életében létrejöttek az első női kolostorok. A legelső nagyszombatban,
Árpád-házi Szent Erzsébet Szent Jóhatásának emlékére. Itt egy falut kaptak IV. Bélától. Ezt követte a pozsonyi, az óbudai, a váradi, majd a sárospataki, a kolozsvári, budai és a pesti, valamint hát az ágrábi, amennyiben az ide tartozik kolostor alapítás. A magas színvonalú szellemi életről a kódexek tanúskodnak, amelyek mind innen, ezekből a műhelyekből kerültek ki. Felsorolok egy párat, Debreceni, Jókai, Kazinci, Lobkovics, stb. Kódex. A 16. századot egyrészt a török térfoglalását, másrészt a reformáció terjedését mindössze két kolostor érte túl. Az egyik a pozsonyi, a másik a nagyszombati. Ám mind a pozsonyiból, mind a nagyszombatiból az apácátnak különböző okokból, harcok miatt, stb. Rendre el kellett menekülni, azonban mindig megpróbáltak ide visszajönni. Jegyezzük meg, hogy a nagyszombatiaknál 1621-ben bevezetik a reformált obszervenciát, ami sokkal szigorúbb szabályzat, mint ami korábban a klariszákra vonatkozott. Többit most hagyjuk. Idézem Horni Ildikót, mert nagyon fontosnak tartom ezeket a gondolatokat. Az apácák egyik leggyakoribb feladata az volt, hogy a család Bécsben, Nagyszombatban, Pozsonyban tanuló, tartózkodó gyerekeire figyeljenek. Állandóan tájékoztassák róluk a szülőket. Kiemelkedő volt a szerepük a házasságszerzésben, ha úgy tetszik, a házasság közvetítésben. Az apáca utánpótlás miatt a főnemes lányokról egész Magyarországon listát vezettek. Ők rendelkeztek a legpontosabb információkkal, még titkos jegyességekről is tudomásuk volt, mint ugye Eszterházi Palika és Illés Gábor leánya. Tudták, ki szabad még, és tudták, hogy mennyi a hozománya, ami nagyon fontos paraméter. Csáki Anna Franciska a családja összes házasság kötésében szerepet kapott. Gyakran ő ajánlott mennyasszony, például öcsének. És a jelöltekről okos háttérinformációkat küldtek. Tehát azért ez egy, hogy mondjam, jól működő szövetség volt. Nagyon érdekes, hogy a klariszák a közvéleményformálásban is szerepet vállaltak. Önként és rokonaik megbízásából arra törekedtek, hogy minél kedvezőbb képet alakítsanak ki a családjukról, és ezt mind az udvarban, mármint a bécsi udvarban és a politikai elitben tudatosítsák. Egy példa. Csáki Anna Franciska 1657 májusában egy szokatlan hosszú levelet kapott öcsétől. Csáki István ugyanis támadás érte, hogy nem elég jól viselkedett a lengyelországi hadjárat alatt, magyarul gyáva volt, s védekezni kényszerült. Nővérének egy hosszú-hosszú levelet írt, egy valóságos retorikai remek művet, és a levél végén ott a magyarázat. Ezek voltak, édesasszonyom, néném, melyekről szívem buzgóságából ígéretem szerint kelletett kegyelmedet hosszú írására való bőgyónásommal tökéletesen informálom, itt a kegyet deákra fordítatna, vagy németre, és ő fölségének felküldeni, mi? Elé mosnia, lemózsia képpen venném kegyelmettől. Tetszik érteni? Ő közvetlenül nem tudja elérni, de a derék apáca nővér igen. Ha az érsek vagy a kancellár jó indulatát kellett megnyerni, szintén hozzáfordultak. Befolyása valóban az udvarikért, például Csáki Anna Franciska és Veselényi Anna közbenjárásának, tehát két apácának köszönhető, hogy Csáki István grófi címe, köszönhető Csáki István grófi címe, valamint Szepesvár és Réva elnyerése. Ezek nem kis birtokok. Még valamit hadd jegyezzek meg, ezt látszik elfelejtettem ide beírni, hogy milyen rafináltan, ügyesen, hogy mondjam, szerezték be az apácák az utánpótlást. Ez úgy működött, hogy például kis ruhákat, kendőket és egyebeket küldtek a gyerekeknek avval,
hogy nagy szeretettel küldik a klarisszák, akik majd téged is várnak. Tehát a gyerek úgy nőtt föl, hogy állandó, hogy mondjam, PR bombázás alatt volt. Ez nem minden rendre igaz, de a klarisszákra igen. Na, végre megérkeztünk oda, ahonnan indulnunk kéne Nagyszombatra, a klarissza apácák közé, ahol is Balassa Mária Viktória tartózkodik, aki egy darabig a kolostor rendfőnöknője. Nem akármilyen könyvek voltak az övéi, övé volt például a Cseh kódex, hogy mi az övé és mi a magántulajdon, arról később. Itt láthatjuk Eszterházy Magdolna Viktóriát. Eszterházy Magdolna Viktória nem Nagyszombatban, hanem Pozsonyban tartozott a klarisszák közé. Azért raktam ide a képét, mert lényegében egykorú, 12 évvel idősebb, lényegéleg egykorú Balassa Mária Viktóriával. Tehát a derék Viktóriánk, mármint a Balassa Mária Viktória is így nézhetett ki, ilyen ruhát hordott, stb. Még valamit akartam, na majd. Erre csak veszünk egy pillantást, hogy milyen csodálatos íromány is a Cseh kódex. Van kritikai kiadása, érdemes belelapozni. Egy olyan könyv, amely tulajdonképpen vigasztaló könyv. Ha valaki hívő és nagy lelki bánata van, akkor olvassa a Cseh kódexet, már amennyire tudja olvasni, persze. Ez a bizonyos 1513-ban Vázsonyban másolt kódex, meg ugye két tulajdonosát ismerjük. Itt azt írom, hogy tulajdonosát vagy használóját, tehát ez nézőpont kérdése. Ugye Balassa Mária Viktória apáca volt. Apácának magántulajdona elvileg nem lehet. Könyve sem lehet. Közös könyvtár van, és abból lehet ugye elvenni. De azért ez a főrangúaknál egy kicsit másképp volt, és az érdekes az, hogy a Cseh kódexben be van írva a possessor bejegyzés, tehát a tulajdoni bejegyzése Balassa Viktóriának. Ez a kódex eredetileg Kinizsiné magyar Benigna számára készült, aki elég nagy bűnbe esett 1619-ben, nevezetesen orgyilkosokkal megölette harmadik férjét, Kereki Gergelyt. Úgyhogy számára ezután következő bűnhődésben ez egy nagy vigasztalást lehetett, ez a könyv. E rossz asszony mellett a másik tulajdonos, tehát Balassa Mária Viktória, őt az irodalomtörténet írása, ha olvasnak róla, legalábbis a régebbi szakirodalom, egyértelműen a jó asszony, vagy legalábbis a jámbor életű apáca szerepében tünteti fel. Hát ez itt a, hogy honnan származik, nem érdekes, ennél talán érdekesebb az, hogy 1689-ben szintén Balassa Mária Viktória az, aki a lányi kódexet Lacsics Katalin Franciskának ajándékozza, és ez is azt mutatja, hogy bonyolult kérdés az, hogy egy könyv kié a kolostorban, mert hát ha nem az övé, hogyan ajándékozhatja oda valakinek, de elvileg nem lehet az övé a kolostorban élő apácának. Nos, mint ezt majd néhány forrás ismertetésével, remélem nem fogják tudni, mert ezek sajnos az eredeti források, amelyeket el kell olvasnunk, bizonyítani igyekszem, szenvedélyekben és boldogtalanságban azért Balassa Mária Viktória életesen nagyon különbözhetett magyar Benignájétól. Az első forrás, amelyet megnézünk, egy 1681-ben írt levele, az Akszerepcsényihez, az érsekhez. Zavaros idők ezek, ugye kuruc harcok időszaka, igen jellemző, hogy 1683-ban a derék nagyszombati klarisszák egész Brünnig futnak, hiszen 1683-ban Nagyszombat hűségesküdt tesz és sarcot fizet Tökölinek. Némi kihagyással ismertetem a levelet, pontosabban felolvasom. Méltóságos, kegyelmes értsek úrunknak, cum pléno tituló ő nagyságának adassék, ez titkos írásom, alázatosan tulajdon kezéhez, mint kegyelmes uramnak és Magyarország fejedelmének.
Sopronba hamarsággal. Jézus Mária Szent Klára. Méltóságos kegyelmes Urunk, alázatos isteni imádságimot ajánlom nagyságodnak, mint kegyelmes Urunknak, Isten, hogy sok üdvösséggel, szerencsés jókkal, jó egészséggel, hosszú élettel magáldja nagyságodat szívből kívánom. Itt álljunk meg. Nyilván tetszenek tudni, de ha nem, akkor figyeljünk rá, a 16-17. Században bizonyos levélformulák kötelezők. Tehát tök mindegy, hogy én kinek írok, nem mindegy, hogy kinek írok, bocsánat. Tehát, hogyha egy nálamnál magasabb rangúnak írok, akkor ilyen értelme mindegy, hogy kinek, mindig alkalmaznom kell ezeket a formulákat, ahogy ez a levél is kezdődik. A lényeg itt van. Kegyelmes Uram, nem szokásom, hogy olyan méltóságos fejedelmeket, mint nagyságot, mirészeljen írásommal búsítani, mivel 33 esztendeje, hogy a szent szerzetben Istenemnek szolgálván nem cselekedtem, ezért ezen alázatos nevelemnek elején, legelsőbben is, alázatosan követem nagyságodat, hogy megbocsássa, és ne tulajdon védkemnek, hogy országos gondjai között merészen búsítani. Oka nem egyéb, csak az isteni és atyafiúi szeretet és szerzetes kötelességem, hogy látván szerzetemnek romlását, szent regulámnak megvetését megjajduljak rajta, és az én Istenem ezt fölkiáltsak Izsaiás prófétával. Emitte agnum domine dominatorem terra de patria deserti ad montem filiation. Ugye, hogy a Winkler kódexben ez le van fordítva, ott sírnak vala az békességnek angyali, mint Izsaiás mondja. Azért méltóságos kegyelmes Uram, nagyságod lévén, az az ártatlan bárány, a földnek ura, úgy, mint Magyarországnak prímás a fejedelme és szent szerzetnek kegyes atya. Mindig megadja a nagy tiszteletet. Ez iránt kölletik búsítanom nagyságodat, tudtára adnom, hogy az Isten háza, a mi kalastromunk romlásra jutott. Egymás között való egyenetlenség, gyűlölség, irétség, bosszúállás miatt a hatalmasok az alacsont eltapodják, a bűnesek az igazat büntetik. Na, mielőtt tovább mennénk. Kérem szépen, azért becsüljük meg ezeket a forrásokat, mert nincs, nem ismerünk ilyet. Tele vagyunk különböző szakcikkekkel, könyvekkel arról, hogy milyen volt Nyugat-Európában az apácák élete, De a magyar apácákról forrásaink, hogy tényleg milyen volt belül egy korostól, jó volt ott élni, rossz volt ott élni, volt ott homoszexualitás, nem volt homoszexualitás, egyáltalán milyen volt, nincsenek forrásaink. Miért nincsenek forrásaink? Azért nincsenek forrásaink, mert a 19. században ezek elpusztultak. Azért a 19. században, mert akkor volt Magyarországon egy nagy, ilyen levéltár rendezési hullám. És ami nem volt fontos, mi az, hogy nem fontos? Nem birtokbiztosító irat. Ami birtokbiztosító irat, na, azt elrakták. De ilyen dőrességeket, ezeket mind kidobták. A legnagyobb ritkaság, hogy ilyen leveleket találjunk, mert ezek nem maradtak fenn. Tehát, sok szóval nem akarom terhelni nagyságodat, csak summában igaz lelki ismérettel írom, hogyha mint az Isten székes ítéleti előtt állanék, hogy akkor hamisat nem mondhatnék, úgy most is írom, hogy a mi kalastromunk nem egyéb esztendőtől fogvást, hanem egy kis pokol. Mostani Máter Abbatissa miatt, az ki miként kereste magának a tisztet, s miként jutott hozzá Páter Remigius provinciális és Páter Mányai domonkos által, kik föltetett jó akarói ő kegyelmének, ha az Isten hozzánk hozza a nagyságodat, megtudja, amely istenesen jutott ő kegyelme a tiszthez. Olyan szent lélek balasztja munkálkodik benne, elíredett a nagy hívságban, kedvűségben, busszúállásban. Minden ravasságát csak arra fordította, hogy jó híre neve penegjen, minden dicsérje, minden rendbéliekkel ösmerkedik. Napestét azt sem tudja, hol könyv vagy olvasó, csak rotakapu, rotaablak. Mi az, hogy rotakapu, rotaablak? Rota az annyi, mint forgó.
rotakapu a forgóajtó, és a rota ablak is az. De az a paraméter, az a legfőbb tulajdonság, hogy nem látszik át. Tehát tudok beszélni XY-nal, de nem látom. Tehát a rota ablakon és a rota kapun lehetett kommunikálni. Az ő breviárja. Egy szíjjártót megszeretett. Azt tisztartójává tette. Abbal tölti ödőjét. Úgyhogy a nyáron inkább gyakrabban 10 óránál tovább estve a rotán véle beszélt. Annak a tisztartónak pedig felesége vagyunk, kivel nagy békességben élt. Most immár a felesége átkoz bennünket, város szerint gyalász, hogy elhódítottuk tőle az urát. Immár rosszul laknak, mert a máter abba tiszta nem ereszti ebédre, vacsorára, hanem mindenkor kalastromunknál ibédlik és vocsorálik. Sokszor pedig fölös tekemet rotán együtt esznek, ugye reggelit, füstögöt. A tisztartó ottkint a külső rotán ül, belső rotán a máter abbatiszta, és úgy az ablakon együtt beszélgetnek, de az ablak olyan a rotán, hogy által nem látni rajta, hanem azért botránkozás, hogy akik a rotára gyűnnek, világi emberek látják, miképpen beszélgetnek étel közben. Sok volna arról írnia, remélem, hogy megtudja nagyságod a nagyobbat. Satöbbi, satöbbi. Még csak egy részletet ebből a levélből. Nem tudom, micsoda levelek miatt itt nagyságodnak, mint kegyelmes urunknak írt, nem tudom mikor, szoror Elizabeth kapi a máter abbatisza ellen, oly rút, mocskos, gyalázatos szókkal, szitokkal illette a konventbe, nem tudom, máter abbatisza a kapi Erzsébetet, hogy az egész becsületes konvent elámult rajta, mely szókat általam oly méltóságos fejedelmnek megírnia, mint nagyságodnak, nem írhatom meg olyan csúnya, annak fölötte oly röttenetes büntetést adott a nagy jó istenes együgyű ájtatos apácának, hogy esztendeig péntek napon vízzel, kenyérrel bőteljen, egész ebéd alatt a konventben refektúrium közepén álljon, disziplinát ugyanottan vegyen, egész pinteken vélom, mi az a vélom? Fátyol főkötő, apáca főkötő, vélom nélkül járjon. Az apáca számára ez borzalom. Három esztendeig voksza ne légyen. Három esztendeig nem szólalhat meg. Azért az elég kemény büntetés, nem? Na, az más. Megítéleti nagyságod mit szenved azért, hogy voxot nem ad? Állnak bosszút rajta, ez minden pénteken beteljesíti. Eleget könyörög, de az abbatisza nem akarja megkérni, hanem inkább nagyobb keménységgel viseli hozzá magát. Az becsületes, istenes, jó szerzetes soror Benignát is páter provinciális erősen megbüntette azért, hogy ő kegyelme kapus lévén, doktor uram által elküldötte nagyságodnak szóló levelet. Ő kegyelme büntetése, gyalázatosan kapusaknak tisztiből kivetette, esztendeig vízzel, kenyérrel pénteken bőttet, és refektúrion közepén ülni, vélom nélkül, stb. Nincs annyi időnk, hogy ezt most részletesen végigolvassuk, de hát ugye elég érdekes állapotokról tudósít ez a derék szoror Balassa Mária Viktória. Érdemesen lenne olvasni. Na, a feljelentő levél, mert hiszen lássuk be, hogy ez egy feljelentő levél, nem tartja be a szolgálati utat. A rendi elöljárót nem csupán megkerülve, ez szigorúan tilos. Tehát levelet küldeni úgy, ha az abbatisza nem tud róla, tilos. De éppenséggel szidalmazva fordul a legmagasabb magyarországi világi egyházi méltósághoz, a vén prímáshoz. Talán azért merészelte ez Balassa Mária Viktória megtenni, mivel bátyja Balassa Pál érsek igen jó viszonyban volt Szelepcsényivel. Nagyon izgalmas az, hogy latin idézet van a levélben. Ez azért izgalmas, mert azt mutatja, hogy ez már bizony egy olyan apáca, aki tudott latinul, nem is akárhogyan. Nézzük most a levélben említett szomorú sorsú apácának, Kapi Éva Elizabethnek
mindössze 17 nappal később írt levelét. Most már csak részleteket ragadok ki. Az ördődi, ugye erdődi. Az ördődi rozáriának 26 esztendeje, mi elte, mióta. A szent szerzetben vagyok, az ő csintalan, festlett, regulánk ellen való életét lehetetlen leírnom. Kikben lelkemben, szívemben ő benne botránkoztam, szerzetes szemérmit orcán pirulásával jelentem ki nagyságodnak, mivel én világi asszon voltam, özvegyként vonult be, és nagyságot tudja, minémi sok botránkoztatásokat lábaim alá tapottam, s mégis a szent tiszta életre béjöttem. Ez a személyét az közönséges konvent előtt, legény öltözetben 3 egész nap látám. Tehát fíjruhában már mászkál a derékapáca. És még éjjel is úgy feküvén, Máter Klára szent királyi idejében, ifjúságában, és Máter Ágnes tércaki, és Máter Konstancia cellájokban vitték. Tehát a fiúruhás apácát két másik apáca bevitte este a cellájában. Isten ítéletére hagyom. Sokan látták, kik immár megholtanak, meg is botránkoztak az tiszta szűvek. Na még egy részlet. Az Máter Konstancia és Máter Ágnes ez időtől fogva igen szeretik, és azok és Máter Konstancia és Máter Ágnes egymásra igen nagy gyűlölséget tartnak ő miatta, mert hol egy, hol másikhoz adja magát az rozária. És menő botránkoztató életével megbeszegette a szent szerzetet. És a többi nem mondom végig, de hát szerintem ennyi is elég ahhoz, hogy hát bizony Nagyszombatban sem voltak olyan nagyon más viszonyok, mint Nyugat-Európában. Itt még leírja az Abbatiszta mindenféle kegyetlenségeit. A leírt büntetési módhoz jegyezzük meg, hogy ez benne van a 1627-ben, tehát a megreformált regulában, akárcsak a ferenceseknél, mely szerint a megbüntetettnek a földön kell ülnie, nékik azt hagyják penitenciába, hogy az atyafiaknak lábokhoz békélködjenek. Egészen biztos, hogy a levelet nem a címzet kapta meg, hanem a generális illatilag az Abbatiszta. Ezt egyszerűen az a tény bizonyítja, hogy a leveleket a ferences kolostor levéltárába találtam meg Pozsonyban, ha eljutott volna a címzethez, akkor ezek nem ott vannak. Balassáék azonban még több levelet is írhattak. Arról, hogy mi történt a továbbiakban, Csapó Matild keltezetlen, valamikor 1682 és 1691 között íródott vallomásából értesülhetünk. Matild nővér fiatalabb lehetett, mint Balassa Mária Viktória, akár mint Kapi Éva Elizabeth. Na, ez szerintem egy érdekes rész lesz. Én alább megírszegy Szent Klára rendén való szerzetes szűz, esmérem és vallom, hogy ami némű tisztelendő, nagy érdemes szerzetes atyák és ezen kalastromban lévő némely becsületes szerzetes szívek ellen való böcstelen leveleket koholt és írt Illustrissima Viktor Balassa, egyikét ugyan Balassa pálpüspök uramnak ő nagyságának, a másikat pedig Mérei Mihály apátúr uram ő kegyelmének, én azokat Viktória parancsolatjából ugyanezen kalastromhoz szolgáló deáknak kiadtam a végre, hogy említett uraknak kezéhez juttassa. Mivel pedig azon levelek nem ahova mi céloztunk, hanem tisztelendő páter provinciális atyán kezéhez jutottak, annak okáért tartván már érdemlet büntetéstül, tisztelendő páter provinciális atyán itt Szombatban létiben, és tovább is feltett szándékunkhoz véghez akarván vinni, tudni illik, hogy ugyanazon levelek tanúja szerint, hogy ezen kalastromból kiszabadulhassunk, és vagy más, ugyan Szent Klára, ugyanis szintén Szent Klára rendén lévő kalastromba,
avagy Balassa uram őnagysága Jószágiban lévő valamelyik alkalmatos helyre vitessünk, holott ennek utána szerzetes életet nagyobb kettei csendességben viselhessünk. Ehhez képest személyünk szerint kívántunk Balassa Pál uram őnagysága elejébe folyamodnunk, melyet mi módon cselekedettel is beteljesítsük. Szent Jakab havának 10. napján Viktória cellájában együtt szoror Petronius Benignával és szoror Veronika jelenlétében tanácskoztunk, kinek módját föltalálta elsőbben is szoror Benigna, mondván: én tudok a ház héján egy likat, ugyanezen ablak fölött, mely éppen alászolgál a bástya felé, azon tudom, hogy ti ketten kifértek ugyan, de magam nem remélem. Sajnos szorok Benig ma nagyon kövér volt. Ezen tanácsán mégis könnyen megállottunk, és azért annyihány könyveit és valami leveleit összeszedvén Máter Viktória, álljunk meg, mit visz magával, ha menekül? Könyveit, leveleit. Fontos. Úgy én is imádságos könyveimet azokhoz tévén egy ruhába kötöttük, ezekben mind tudós volt ugyan szoror Veronika is, de kimenetetre való szándékját, hogy jelentette volna, soha nem hallottam. Én azért Viktóriával és Benignával, az ki Pallásra szolgáló Garádicson föl is kísért bennünket, fölmentünk a Pallásra, ugye Pallás az padlás. A Benigna pedig ott hagyván bennünket visszatért, mivel nem látta módját, hogy velünk lebocsátkozhassék. Azonban mi ketten, ami némi kötélen szokták a ruhákat szállítani, azt elobzottuk, és azon helyre, melyen ki akarunk vala szökni, alkalmaztattuk, annak végére kötöttük az levelekkel és könyvekkel megrakott ruhát, és úgy lebocsátottuk a földre. Azonban a Viktória vakmerőképpen neki bátorodván erőre leereszkedett, kis erőtlensége miatt a kötelet már meg nem tarthatván, valamennyire meg is esett. Hát olyan 58-60 körül lehetett ekkor már Viktória asszony. Utána én is eltökélettem magamot és lebocsátkoztam. A kötélről mind a két kezemen az egész ujjaimat annyira megsebesítettem, hogy se én, se Viktória az acskót könyvekkel és levelekkel el nem oldozhattuk. Tartván attól is, hogyha tovább ott mulatunk, észrevesznek bennünket, halván már vecsernyére való harangozást, elsiettünk. Kicsit járatlanok a szökésben. És legelsőbben az éjjeli vigyázóra akadván, hát ha valakit el kellett volna kerülni, akkor az ő, tudakoztuk Balassa Pál uram házát, ki elhagyván bennünket, hihető istrázsáért indult. Mink azonban házonként tudakoztuk Simonyi Mihály uram házát, melyre úgy akadtunk, már éjfél után bémentünk, és elsőbben magát Simonyi uramot, Balassi uramhoz, ő nagyságához küldöttük, hogy véjelen bennünket. Aztán a szolgálót bástya alá, ahol leereszkedtünk, igazítottuk említett könyvekért és levelekért, de azokat már ő nem találván visszatért, melyen igen elbosultunk, hogy elvesztek. Azonban meddig követségünk jött Balassi uramtól, Simonyi uram házához érkezett negyed magával tisztelendő Páter provinciális atyánk, és mindjárt még vidatta előtt Kalastromba visszavitetett bennünket. Hogy visszatértünk szánakodva, mint a semmiben tudós nem lett volna, alájött közünkbe Benigna is, és mert csak hárman valánk együtt panaszolkodtunk előtte, hogy zacskóstul a könyveket és leveleket elvesztettük. Arra felele a Benigna: ne busuljatok, mert én uzsonnától fölmentvén mindazokat fölhúztam, és nálam mind megvannak. Amint az én imádságos könyvemet, melyek ott együtt voltak, mindjárt kezem az adár. Ezekről csak Istenemet és lelküdvösségemet szememölt viselvén igaz lelkiismerettel akarám tudósítani tisztelendő Páter provinciális atyámot, stb. Nagy-nagy bocsánatkérések, és itt tovább. No, hát ilyen kalandról írásos beszámolót, hogy egy apáca, egy 50 fölötti apáca a társával együtt kötélen meglóg, és aztán hát a hülye a strázsától kérdezi, hogy merre kell menni, de hát ilyet nem tetszene találni a levéltári forrásokból. Bőr lejött.
kezükről. Szoror Veronika laika lelkiismeretére bizonságot tészen és szent engedelmesség alatt vallja, hogy igenis jelen volt ő is Viktória cellájában, amidőn hármon, úgy mint Viktória, Benigna és Mehildis, megértvén, hogy valami levelek jutottak volna tisztelendő páter provinciális atyánk kezéhez, búsultak, kire nézett, ijedtekben, hallotta azt is, hogy az kiszökés és az kalastromból való kimenetet felől tanácskoztak, kiken keservesen szánakodtam, úgymond, és sírva kértem is, hogy a istentelen dologtól tartóztassák magukat, kérni keményen megfedett és pirongatott Szoror Benigna, hogy abban jót nem kívánok néki. Na ne felejtsük el, hogy ez a bűnbánó levél, amit ugye a provinciális ír. Én azonban kimentem a cellából és lenyugodtam, mivel pedig remélettem, hogy gonosz szándékjokat bételjesíték, senki előtt nem kívántam elárulni. Azért miképpen, avagy merre, hogy mentek ki, semmit nem tudok benne. A sikertelen szökési kísérletből a legérdekesebb az, hogy a könyveket viszik magukkal, amelynek a tulajdonjoga hát legalábbis jogilag a rendé. Feltűnő, hogy Kapi Éva Elizabeth nincs az összeesküvők között. A legvalószínűbb magyarázat, hogy belehalt ebbe a büntetésbe, amit kapott. Hogy pontosan ezek után mik történtek, azt nem tudjuk rekonstruálni, de az teljesen bizonyos az iratokból, hogy a Balassa Mária Viktória vezette kemény mag, és az abbatiszta, illetve a generális között kibékíthetetlen gyűlölség feszült, és ha csak egy rövid időre is, de Balassa Mária Viktória győzött, 1691-től 1694-ig ő lesz a főnökasszony, az abbatiszta. De az ellentétek ekkor sem csitultak, ebbe engedt bepillantást Balassa Mária Viktória leváltásáról és megbüntetéséről tudósító 1694. szeptemberi irat. Mivel pedig az említett Szoror Mária Viktória Balassa mindazon nagy érdemű tiszteletes generális fejedelem ediktuma és szentenciája ellen, s mind magáról adott tulajdon reverzálisa ellen, csokkegyes atyai intések után is megszámlálhatatlanul sokat vétett és mindenkor praktikált, békételen, észvesztő, háborúságos nyugodatlanságaira visszatére, szerzet ellen való átkos vétségekből minden tartózkodás nélkül, minden külső egyház is, mind világi személyekhez folyamodván, vélek traktálván, maga hívságos kívánságit és elejben vett szándéka békez vitelire tanácsot vélek tartván, tehát mi a legnagyobb bűn? Hogy külsőkkel szóba áll, hogy kiviszi az utcára az apáca, az árga, hogy mondjam, belső életét. Megint nem olvasom végig, kevés az időnk. Ehhez járul az is, hogy noha azon említett Szoror Mária Viktória Balassa ezelőtt három esztendővel föltétetett megválasztatott. Ugye elvileg ez úgy működik, azt nyilván tudják, hogy három évenként van főnökasszonyválasztás, és elvileg az apácák választják meg a főnökasszonyt, tehát abban nincs másnak beleszólása. Gyakorlatban nem egészen így működik, de elvileg igen. Föltétetett vala, melyben noha a botrankozásokat, külső nagy véleteket és szent szerzetünknek nyilvánvaló kisebbségét, hogy eltávoztassuk, mind eddig nagy tűréssel szenvedtetett ugyan, tehát eltűrték, hogy ő legyen a főnökasszony, de mint illegitime, törvénytelenül, igazságtalanul a közönséges rend és regula piaszkripciái ellen és private affakciókból abbatisztaságra fölemelének és ugyancsak illegitime választatnak, deklaráljuk, pronunciáljuk és istenes lelkiismeretünkkel hirdetjük, hozzátévén azt is, hogy ezen tiszt méltóságából következően szokott máterségnek, anyaságnak titulsával, se semminem bearogációjával, preeminenciájával ne élessen.
stb. Arra pedig jó vigyázása légyen, többször nevezett Szorol Mária Balassának, hogy engedelmesen és csöndel lélekkel vévén ezen büntetését, a szokott háborúság és csintázó lármáskodás nélkül ellegyen, ezért ha valamely engedetlenségben vagy tűrhetetlenségben találtatik, készen vagyon végső büntetése, s fejre is száll, melyet nem másnak senkinek, hanem magának tulajdonítsa. Íme az aláírók. Sajnos ezt a bizonyos reverszálist, amelyről szó van, ezt nem sikerült megtalálnom se a pozsonyi, se más levéltárakban. Így ezt a büntetőiratot nem ismerjük. A fenyítés jellegéből azonban feltehetőleg képet kapunk, ha a fent említett Csapó Matild reverszálisába belepillantunk. Ő nem volt főkolompos, kisebb bűnös volt, mint Balassa Mária Viktória. 1712-ben már harmadik éve van börtönben, kenyéren és vízen. Időn kevés, nem olvasom ezt fel, csak egy részletet. Ami pedig ellenem mondatik, hogy némelyeket fülök, órok elmetszésében fenyegettem, ezt a mindeneket tudó látó Isten előtt tagadom, hogy soha valóságosan oly szándékom, igyekezetem nem volt, és kérem is az én édes Jézusomat, hogy csak olyan gondolatoktól is megoltalmazzon. Azt ugyan nem tagadom, hogy azokat a nénéimet, akik ezelőtt szolgáltak körülöttem, magyarul börtönben van, és akik hozzák neki a kaját, nem egyszer, nem kétszer fenyegettem, hogy valamivel avval főben hagyítom őket, ezt pedig miért cselekedtem volt, hogy én nem akartam azt, hogy azok szolgáljanak nékem, mert nemhogy vigasztaltak volna, sőt, sok ellenem való új hírekkel igen fölötték sokszor inkább szomorítottak, és némelyikor éppen estvélig sem kenyeret, sem vizet nem hoztak. Azért 3 évig csak kenyéren és vízen, az se semmi. Nem tudván ezért másképpen eltávoztatni őket magamtól, főben való hagyítással fenyegettem, hogy féljenek tőlem, és nem ők, hanem mások szolgáljanak körülöttem. Hosszú volna nékem 3 egész esztendőbeli sok keserves könyvhullajtásimmal, teljes nyomorúságimat, szenvedésimet itt mind előhoznom, azért azon sok keserűségemnek értelmét tisztelendő atyaságtól bölcs elméjére hagyván, mégis tovább alázatosan könyörgök, hogy legyen már vége inségemnek, legyen vége tömlöcömnek. Meglátja, megtapasztalja tisztelendő atyaságtok jobbításomat, és ha kiszabadulván ezután valamit az előbbi cselekedeteimből elkövetnék, bár akkor érdemem szerint újonnan büntettessem, sanyargattassam. Alázatos méltatlan szolgája Szorol Mertildis. A szerencsétlen sorsú Balassa Mária Viktória büntetése után még 5 évet élt. Némiképp kiegészíthetjük a források alapján a Clarissa névtárat, amelyet eddig nagyon hiányosan ismertünk, ugye Csapó Matild, aki rab, Kapi Éva Elizabeth, Erdődi Rozi, aki férfi ruhában csábítgatja a nővéreket, Tercáki Ágnes, Szent Királyi Kára, végül a Konstanciáról, Petróniuszban Ignáról, Efroxiáról és Veronika Laikáról semmit sem tudhatunk, mert csak a keresztelék szerepel, így nem azonosíthatók. Szorol Balassában szólva, Isten, hogy sok üdvössége, szerencsés jókkal, jó egészséggel, hosszú élettel, megáldja nagyságtokat, szívből kívánom. Köszönöm.